Csak nem 4 millió forint, átlagosan ennyit keresett egy 12. kerületi munkavállaló 2013-ban. A tavalyi adóbevallások alapján a NAV ismét elkészítette az átlag jövedelmekről szóló rangsorát. Az elmúlt évekhez hasonlóan a listát ismét a Hegyvidék vezeti. Minden évben megnézzük azt, hogy hogyan alakulnak az összevont jövedelmek területenkénti megbontásban, és azt látjuk, hogy az idén is a 12. kerületben, tehát a Hegyvidéken élők kerestek a legjobban. A 12. kerületben élők átlagjövedelme ráadásul még a 2012-es szintet is meghaladta, vagyis 152.000 forinttal kerestek többet, mint egy évvel korábban. A budapesti lista második helyén a második kerület áll. Itt egy munkavállaló egy év alatt átlagosan 3.876.000 forintot vihetett haza. Az első kerületben élők pedig a harmadik legjobban keresők a fővárosban. Az egyfőre jutó átlagjövedelem itt a tavalyi évben elérte a 3.439.000 forintot. A NAV-hoz 2013-ban 48.000-rel több bevallás érkezett, mint egy évvel korábban. Az adatok szerint a fővárosi és a Pest megyei magánszemélyek adóterhe összességében 32 milliárd forinttal csökkent. Tavaly a legnagyobb bérjövedelem 863 millió forint volt, ezt egy üzleti tanácsadással foglalkozó vállalkozás fizette ki. Átadták az epizódszereplőket jutalmazó Ózé-díjakat a Bajor Gizi Színész Múzeumban. A díjakat Cseri Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős helyettes államtitkára adta át. Igaz tisztelettel köszöntöm tehát a mai díjazottakat, elsőképpen Kovács Mariannát. Kovács Marianna jelenleg a Budapest Bábszínház művésze, de 1997 óta színészi munkája mellett tanít is. Az Ózé-díjat minden évben négyen vehetik át, két nő és két férfi, egy-egy vidéki és fővárosi színész. Kovács Marianna mellett Vlahovics Edit, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház tagja, Balog András, az Egri Gárdonyi Géza Színház színművésze, valamint Magasházi István, a Budapesti Operett Színház tagja vehette át a díjat. Az epizód szerep megvalósításának tökéletessége és a főszerep megvalósításának tökéletessége csak egyenlő lehet. Aki a pillanatban tudja sűríteni a karakter minden fontos jegyét, aki egy jelenetben élettörténetet képes rajzolni, annak tevékenysége csak is a színészóriások nagyságához mérhető. A díjat Ibsen Per Gintjének édesanyjáról, Óze anyóról nevezték el. A Bajor Gizi Színész Múzeumban megrendezett ünnepségen adták át a Bálint Lajos emlékgyűrűt is, valamint az Ivánka Csaba díjat. Albert Farkas alapvetően szobrászművészként alkot, ám a kétdimenziós kifejezési formák sem állnak távol tőle. A Jókai Klubban nyílt tárlaton itáliai tanulmányútja során készült fényképeit, festményeit és grafikáit tekinthetik meg az érdeklődők. Így szobrászművészként is elsősorban így az emberi alak, az emberi lélek, ami úgy leginkább foglalkoztat, és úgy látom, hogy itt a grafikáimban is, illetve az ilyen kétdimenziós alkotásaimban is ez a leginkább fő témám. A művész a kiállított munkái nagy részén a lélek mélységeit próbálta bemutatni. Az emberi test és lélek mellett Albert Farkas a természetet is kimeríthetetlen témának tartja. A kiállításon ezért az emberi alakokat megörökítő fényképeken kívül olyan rajzokat, festményeket is láthat a közönség, amelyek a környezetről való benyomásokat tükrözik. Pályája során folyamatosan új technikákkal kísérletezik. Szobrászként az agyag, a kerámia, a bronz és a kő egyaránt kedvelt anyagai. A Térélményt kétdimenzióban című kiállítás január 26-áig tekinthető meg a Jókai Klubban.